Sziasztok! Ez a Coaching két lábon és hat lábon blog Gabival, Elfivel és Skillel. A nyaralások kapcsán eszedbe jutott valaha, hogy mennyire részletesen érdemes megtervezni az utazásodat? Én egy ilyen tervezős fajta emberke vagyok, én mindig mindent nagyon részletesen kitalálok. Ezzel szemben van egy barátom, aki elutazik gond nélkül tengeren túli nyaralásokra úgy, hogy megszervezi a repülőútját oda meg vissza, aztán a többi majd lesz valahogy. Szerinted kinek van igaza? a legfontosabb kérdés, hogy mitől fogod jól érezni magad. Az olyan kocka emberkéknek, mint amilyen én is vagyok, egyszerűen szükségünk van arra, hogy tudjuk, hogy mikor mi fog történni, hova megyünk, hogy jutunk oda, mit fogunk csinálni és hogy kerülünk haza. Akik nálunk spontánabbak, gond nélkül elutaznak valahova, és attól érzik jól magukat, hogy majd ott alakulnak a dolgok. Szóval az első dolog az az, hogy legyél tisztában vele, hogy neked milyen szintű szervezettségre van szükséged. Aztán az is fontos, hogy mit követel meg az úti célod. Ha valami olyan helyre utazol, ahova speciális oltásokra vagy akár különleges engedélyekre van szükség, egyszerűen nem lehet neki futni mindenféle tervezés nélkül. Tehát egy része nem a rajtad múlik, hanem azon, hogy hova utazol. A harmadik lényeges dolog pedig az, hogy hogy működnek azok, akikkel együtt utazol. Amikor struktúrálték utaznak együtt, akkor mindenki nagyon boldog lesz az Excel táblákkal, amikor meg a spontánok mennek együtt, akkor elkeverednek valahova, aztán ott majd történik velük valami. Na a problémák akkor jönnek, amikor a spontánok meg a struktúráltak összekeverednek. Éppen ezért a vegyes csapatok esetében érdemes előre beszélni arról, hogy ahhoz, hogy mindenki jól érezze magát és biztonságban legyen, mennyi mindent kell előre megtervezni. Szóval, milyen a jó megközelítés egy nyaralás megtervezése kapcsán? Az, amelyikkel te jól érzed magad, az, amelyik lehetővé teszi, hogy eljuss oda, ahova szeretnél, és az, amitől a többiek is jól érzik magukat. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál velem, és találkozzunk legközelebb!